Jó mindenkinek! Szerbusztok! Köszöntök mindenkit! Elnézést a időpont változásért. A helyzet az, hogy csak hogy mutassam, hogy minden, mennyire minden a teremtő múlik. Ugye múlt hét szerdán volt az első ilyen bejelentkezés a blogon, illetve szerdán is csütörtökön volt adás, és pénteken, Smuli Glitzenstein barátom e, írt körbe egy levelet a magyarországi Habát hogy az izraeli rabinátus, az izraeli főrabinátus e, szeretné, hogyha a világ minden nyelvén alakulnának e, ilyen virtuális bészmedresek, virtuális tanházak, e, és hát magyar nyelven akkor a, az emihet kereste meg a, az izraeli főrabinátus, hogy ezt magyar nyelven menedzselje. És uh, amikor a Glitzenstein smuli küldött körbe egy táblázatot, hogy ki mi tud vállalni, akkor nagyon egyszerű helyzetben voltam, mert mondtam neki, hogy, hogy uh, hál' Istennek, én pont dafket két nap ezelőtt gondoltam erre, és, és létre is hoztunk, és már túl is vagyunk két, két ilyen tanuláson, és hogy milyen örömmel tudjuk összekötni a kellemest a hasznossal, szóval hogy nekem nem, igazából túl sokat nem is kell vállalnom. Mindösszesen annyit, hogy egy kicsit hosszabb lesz ez a mai beszélgetés, meg az elkövetkező két hétben a beszélgetés, mint, amely, mint amilyen korábban volt, de talán több idő jut arra, hogy, hogy részletesebben tárgyaljunk ügyeket, illetve akár olyanokat is, szia apu, akár olyanokat is, hogy amely a, a, lehetőség nyílik arra, hogy ha írtok kérdéseket, akkor arra talán arról is, arról is fogunk tudni beszélni. Szóval ugye a kellemes a hasznossal, és akkor most úgy, úgy alakult, hogy, hogy este 8 órára lesz téve ez a, ez a tanulás a fél hét helyett. Ez nem tudom, hogy remélem, hogy nem okoz sokaknak nehézséget. Nekem igen, egyébként, nekem a fél hét az egy kicsit kényelmesebb lenne, de hát mindent a szent célér, úgyhogy feláldozzuk magunkat. Oké, okay. miről beszéltünk az elmúlt az elmúlt alkalommal, csütörtökön, a másik, aztán csak egy érdekes gondolat, hogy többen, többen írtak nekem privát üzenetet, hogy esetleg szombat este is kellene tanulni. Örömmel állok ennek elébe, hogyha úgy gondoljátok még a héten, hogy jövő szombaton este tanuljunk, akkor nincsen ennek semmi akadálya. Szerintem ez egy teljesen reálisan tartató cél. Éppenséggel nincs jobb dolga, mindannyian be vagyunk zárva otthonra, legalább hasznosan telik az idő. Oké, okay, akkor nézzük csak, miről beszélgettünk az elmúlt alkalommal. Ugye közeledvén Pészához, közeledvén Nissan hónaphoz említettük azt, hogy egy kicsit beszéltem a Héber kalendáriumról. Ugye említettem azt, hogy a, a zsidó naptár annyiban különbözik az általánosan használt Gergely naptártól, hogy ez egy nem kizárólag napnaptár, hanem egy holdnaptár, alapvetően holdnaptár, amelyet a napnaptárral korrigálunk azaz hozunk összhangba. Ezt, egy, ezt olyan módon tesszük, hogy a zsidó naptár 354 napos, a napnaptár pedig 365 napos, és ezt olyan módon tesszük, ezt a 11 nap különbséget úgy hidaljuk át, hogy 19 éves ciklusokon belül vannak szökő éveink, és egy szökő évbe beiktatunk egy extra hónapot, és ez alatt úgy fog kijönni, hogy a 19 év alatt felhalmozódott 11 napos hiány, az a hét darab, darab, szökő, évnek az extra hónapjával mindig a hét darab szökő évnek az extra hónapjával mindig aznak a 29 naposak azok az extra hónapok, akkor az mindig kiegyenlítődik. Ugye miért van erre szükség? Erre azért van szükség. Ez a Tóra tulajdonképpen indirekt módon, de a Tóra tulajdonképpen maga kéri ezt tőlünk. Egyrésztről azért, mert a Tóra azt szerint rendelkezik, hogy a napnap, hogy -nap, a, a, a az éveket hold alapján számoljuk. Erről most mindjárt fogunk egy kicsit bővebben beszélni. Másrésztről azt is parancsolja, hogy a Pészák ünnepe az egyipt, egyiptomi kivonulásról megemlékező ünnepnap, ez tavaszra esett. És ez nem mindig lenne így, hogyha nem korrigálnánk napnaptárral, vagy a nap nappal, a, 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 ezzel a szökév rendszerrel, ugyanis minden évben 11 napot csúsznánk, és előfordulhatna, hogy Pészák tavasszal, egyik évben tavasszal, tavaszra esik, másik évben télre esik, aztán nyárra, és így tovább. Úgy csak úgy, ahogy ez az arab, araboknál a muszlim naptárban van, mert a muszlim naptár ez egy kizárólag hold naptár, alapú naptár, és ott előfordulhat, hogy nem tudom, hogy észrevettétek, hogy lehet olvasni, hogy most kezdődött a Ramadán, azt ezzel említem a Ramadán, mert ez az egyetlen muszlim ünnep, amit valamennyit tudok. Szóval hogy most kezdődik a Ramadán, és ez van, hogy nyáron van, van, hogy télen van, ez senkinek nem nagyon tűnik föl. De ez azért van, mert az iszlám naptár nem, nincs tekintettel a nap naptára. Azt is megemlítettem egyébként, nagyon érdekes, hogy a zsidó naptár, tehát a lunáris naptár, a holdalapú naptár, az ott, ott, ott a hónapok nem mesterségesek, a hónapok, a hónapok csillagászati alapúak. Ugye ez? egy hónapnak nevezzük azt a ciklust, amelyben a, a holdat az égen először ö, 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 nagyon vékony állapotából, vagy legsoványabb állapotából teljesen kikerekedni látjuk teliholdig és a telihold hold visszafogy a következő ö, sovány állapotig. Ö, és ezt, ezt nevezzük egy hónapnak, ez 29 és fél nap egyébként de nem így a, napnaptárnál. A napnaptárnál nap ugye az, hogy hány hónap van egy évben, az teljesen mesterséges, és ezt ö, említettem múlt héten. Igen, most közben a feleségem jelzi, hogy a szomszéd szobából remekül hallgató, én meg nagyon örülök. Sztereóban hallja szegénykém. E, szóval, hogy a, 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 a naphónapok, a napnaptárok nap hónapjai, ugye amit a Gergely naptárban is használunk, ezek teljesen mesterségesek. És ezt említettem, ezt onnan is tudjuk hogy nem mindig volt 12 hónap, nem mindig volt 12 hónap az évben. Látjuk ezt, hiszen október az, az régen a 8. hónap volt, ugye a neve is mutatja, hogy, hogy ez a 8. hónap volt, december a 10. hónap volt. Tehát ilyen tekintetben, ilyen tekintetben a, a napnaptárnak a hónapja azok mesterségesek. Régen 10 hónappal állt egy napnaptár, és, vagy egy nap hónap, egy napnaptár szerinti hónap, elnézést, az régen 10 hónapból állt, és akkor 30, nem tudom, 5 és fél naposak voltak a hónapok, vagy 36 naposak voltak a hónapok, 36 és fél naposak voltak a hónapok, aztán ez később kibővül 12 hónapra, de ilyen alapon lehetne akár 15 hónap is, teljesen mindegy. Ugye a zsidó naptár az alapvetően, az alapvetően csillagászati alapon működik, tehát a hónapok a napnak, a, vagy a holdnak a változásával függenek. Oké, okay erről beszéltünk a múlt alkalommal, és arról beszéltünk, hogy Nissan hónap, az, Nissan hónap az a tórai számolás szerint a hónapok első, első hónapja. És ez azért is érdekes, mert, mert ehhez a hónaphoz kapcsolódik, hogy az első micva, az első parancsolat, amelyet a zsidó nép kollektíve kapott. Ugye korábban egyedi parancsolatokat kaptak már zsidók, olyan parancsolatokat, amelyek érvényesek lettek aztán az egész zsidó népre, hogy érvényessé váltak az egész zsidó népre vonatkozóan, de a zsidó nép kollektíve nem kapott korábban parancsolatokat. Mire gondolok? Ugye volt korábban ugye az első zsidó parancsolatot, Ábrahám kapta, Ábrahám ősatyán kapta, ez pedig a körülmetélés parancsolata volt. Mind a három ősatya kapott egy-egy unikálisan új, Unikálisan új parancsolatot, Ábrahám a körülmetélés parancsolatát kapta. Ezt a parancsolatot ő kapta ugyan, de ez nem csak rá vonatkozik, hanem az ő minden leszármazottjára. Ugye Izsák, Izsák ősatyánk, Ábrahám fia, ugye a második ősöcsánk, kapta a tized a tized adományozás parancsolatát. Ugye amikor ő, Izsák vándorolt, akkor akkor ő azt mondta, hogy ha Isten vele van, akkor ha Isten vele lesz ezen az úton, akkor ő majd mindenből, amit a teremtő neki ad, minden jóból tizet vissza fog juttatni kvázi a teremtőhöz, ez egy, nevezhetjük ezt social responsibility-nek, vagy, vagy visszaadni valamit annak a, abból a sok jóból, amit kaptunk. Tehát ez a koncepció, ez már izsák, izsák óta létezik. És Jákob ősetján kapott egy, egy unikális parancsolatot, ez pedig a szökőín evésének a tilalma. Ugye ez az a... a biztos emlékeztek a Jákob történetére, amikor az angyallal ö, verekedett egész éjszaka, amikor a családját Ézsau elő menekítette, és birkózott az angyal a legész éjszaka, de már feljött a nap, és az angyal ö, hát nem állt nyerésre, és akkor meg ö, ö, Jákob ö, derekánál, vagy derekát, amiután után Jákob ö, azután sánta lett, és akkor ott megjegyzi a tóra, hogy ettől a perctől kezdve, vagy innentől kezdve nem eszik a zsidók azt, ezt az int, ami ott a a, a, a csípőnél van, hát nyilván nem az emberen, hanem a marhán. Szóval, hogy ezt nem eszük meg, ezt, a, ezt azt az intélet a marhán, illetve az emlős állatokon. Oké, tehát ezek voltak az ő különleges parancsolata ide, hogy jutottunk ide. Úgyhogy az első kollektív parancsolat, amit a zsidó nép kapott, az első kollektív parancsolat az, az, az a roskodás, az új hónapnak a parancsolata, azon belül is, ugye, a Nissan hónap e, parancsolata. Oké, most e, e, ugye beszéltünk a legutóbbi alkalommal, arról, hogy az elmúlt, vagy a, 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 az elmúlt szombaton, az elmúlt szombaton felolvastuk, majdnem, ha lettek volna zsinagógai szertartások világszerte, amelyek nem voltak, akkor felolvastuk volna a, ezt a pársát a Hodes, a Nissan hónapjánakra szóló, szóló részt, a Tórából, Mózes második könyvéből, mivel hogy zsinagógai közösségek nem tudtak összegyűlni sem Budapesten, sem egyébként sem a világon, ezért, ezért, ezeket, ezért, ezeket, jó esetben otthon oldottuk meg, és elővettük a homásokat, és elolvastuk magunkban a nyilván a heti szakasz természetesen, és ezt a pársat oké. Okay. Most említettem a múlt alkalommal, és akkor nem fogjuk kezdeni a mai beszélgetést. <kül> említettem a múlt alkalommal, hogy Nisztán hónap az tulajdonképpen a megváltás hónapja. Nisztán hónapnak az egyik neve, a közkedvelt neve a zsidó hagyományban az a megváltás hónapja, mert ebben a hónapban tekintettel arra, hogy ebben a hónapban vált, vált, me, váltódott meg a zsidó nép, hogy az egyiptomi rabszolgaságtól. Hogy az egyiptomi rabszolgaságból. Ez azért ez egy, ez egy rendkívül különleges gondolat, mármint a megváltás gondolata, az egyiptomi megváltás pedig különösen ugyanis nem tudom, hogy észrevettétek -e, de a zsidó hagyományban a parancsolatok jelentős részének, főleg ezeknek a ilyen, ilyen, liturgikusnak tűnő parancsolatoknál, a parancsolatok egy jó részében tetten érhető az, hogy, hogy az van írva, hogy meg kell tartani őket az egyiptomi kivonulásra való emlékezet miatt. Ilyen például a, nem is tudom, a, az, az imaszi, vagy a mezuza, az ajtóférfára elhelyezett pergamentekercs, vagy a Filén, ugye, vagy pedig akár a, a, tulajdonképpen mind a három zarándok ünnepünk, ugye Pészák természetesen, mint az egyiptomi kivonlás ünnepe, szukott sátoros ünnep, mint a, ugye arra való emlékeztetés, emlékeztetőül, hogy a zsidó népet a teremtő sátrakban lakatta a sivatagban, és így tovább. Tehát az a, a, az, a, az, a, az a szimbolika, az, az mind, tulajdonképpen a parancsolatok jelentős részénél megjelenik, amikor az van írva, hogy Zécher, Léciátméc ráim, emlékezvén vagy emlékeztetőül az egyiptomi kivonulásra. Ugye miért ilyen, miért ilyen izgalmas ez az esemény? Mi, mi, miért mindenkiben felmerülhet talán a kérdés, hogy, hogy, hogy mitől válik ez az esemény ennyire fontossá, mármint az egyiptomi kivonulás, hogy ez tényleg lépte nyomon a tórába meg, meg megemlítésre kerül, hogy abba a tórába ahol elvileg nincsenek fölösleges szavak, meg fölösleges kifejezések. A, a, az igazság az az, hogy az egyiptomi kivonulás az egy soha meg nem ismételt, soha meg nem ismét, korábban soha nem létező ö, reveláció. Ugye először fordult elő a világtörténelemben, és azóta is utoljára, hogy a teremtő személyesen, ö, ugye hogy a Hagadában mondjuk nem angyalok által, nem küldöttek által, tehát a teremtő személyesen elment Egyiptomba, idézőjelben, vagy értsük ezt akárhogy, elment Egyiptomba, és felhozta, kiváltotta a zsidó népet, megmenekítette a rabszolgaságból a zsidó népet. Az pedig, hogy ez mindez persze csodák kíséretében történt, kihozta a zsidó népet, elhozta a zsidó népet a Szinájhegyre, és ott a Szinájhegynél megjelent az ott állomásozó zsidók mindegyikének. Alig 50 nappal az egyiptomi kivonulás után. Ilyen ilyen típusú esemény soha, soha, nem volt a világtörténelemben korábban, és soha semmelyik vallás egyébként nem, e, semmilyen vallás nem e, próbál olyan e, ilyesmit állítani, hogy ez vele megtörtént. Ugye, és ezt, ezt, ezt teszi, a zsidó egyébként e, kiemelkedővé a, a, többi monoteista, és egyébként nem monoteista vallástól. Ezt nem én találtam ki ezt a gondolatot, ezt a majmóni, de ezt mondja, most ebben Maimon Rabbi, ugye a 12. századi Egyiptomban élt spanyol származású filozófus, aki azt mondja, hogy nem ö, semmelyik monoteista vallás nem ö, merne olyat mondani, vagy nem mert olyat, olyan nagyot mondani, amit a zsidók mondtak. Mi mit mondtunk? Mi azt mondtuk, hogy a Teremtő kihozta azt a teljes zsidó népet Egyiptomból. Az a teljes zsidó ez lehetett cirka két és fél millió ember, lehet, hogy három millió, lehet, hogy csak két millió, egy óriási nagy sokaság, nagyon sok ember. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy a Tórában az van írva, hogy 600 .000, 20 és 50 év közötti férfi volt. Tehát, hogyha ezekhez hozzáveszünk az 50 évnél idősebbeket, illetve a 20 évnél fiatalabbakat, plusz hozzáveszünk az asszonyokat és a lányokat, akkor simán egy ilyen, simán, simán, extrapolálva, ez körülbelül két és fél, akár három millió ember is lehetett. Azt állítani, hogy három millió ember kivonult Egyiptomból, majd azután megjelent neki Isten a szigányhegyen, ilyen, ilyen nagyot senki nem mert, senki nem mert Állítani, senki nem mert korábban állítani. Olyat állítottak más monoteista vallások, hogy, az is, hogy Isten megjelent egy bizonyos profétának, hogy megjelent egy pár profétának, néhány profétának, egy kör profétának, egy tucatnak, néhány száznak, ha ezek egyáltalán proféták voltak. Minden valószínűség szerint egyébként nem, de bárhogy is legyen, e, ilyet, ilyet, ilyet mások is állítanak. Ilyet állítanak a, 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 a keresztények, ilyet állítanak a muszlimok, ilyet állítanak a buddhisták. De olyat senki nem mer állítani, hogy két és fél mű embernek megjelent Isten. A teljes népnek. És nem csak két és fél mű embernek, hanem egyrésztről minden már akkor meglévő zsidónak, plusz a Talmudi és a Midrásbeli hagyomány szerint, ugye minden lélek ott volt, minden zsidó lélek ott volt az egyik, a, 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 tóra adásnál, a tóradásnál, a kinyilatkoztatásnál. Tehát mindannyiunk lelke ott volt azoké is, azokék is akik, akik fizikailag még nem születtek meg, vagy még nem voltak jelen. Tehát egy ekkora ilyen dolgot állítani, egy ilyen dolgot állítani senki nem, senki nem, merne, ha csak nem volna igaz, hiszen nagyon könnyen tetten érhető volna. Egy ilyen hazugságot, ha ez egy hazugság volna, az rendkívül könnyen tetten érhető lenne. A, gyakorlatilag az első generáció után, mikor két ember beszélgetne, hogy vajon az ő apá, a te apád ott volt az egyipt, egyiptomi különáskor, és, az, ő, és a másik meg azt mondja, hogy nem, az enyém nem volt ott, ott már kész, meg, meg is halna a sztori tulajdonképpen azonnal. Tehát ilyet nyilván senki nem merne állítani. Ez lehet az az ok, ez lehet az az ok, amiért, amiért az egyiptomi különlás ilyen központi szerepet foglal el, foglal el a judaizmusban. Hiszen, hiszen ez a, ez, a, hitünk alapja. Ez, ez nem csak az az esemény, amikor a zsidó nép zsidó, népé vált. Amikor egy, egy tulajdonképpen egy, egy, egy genetikailag, Családilag összetartozó emberek sokasága néppé vált, tényleges néppé vált, hiszen, hiszen összekötötte őket a genetikai a, a genetikai kötésen túl, összekötötte őket az élmény, a kivonulás élménye és a hozzátartozó csodák, és nem csak azért olyan fontos az az esemény, mert a teremtő, ha úgy tetszik, házasságot kötött a zsidó néppel, szövetséget kötött a zsidó néppel, egy olyan szövetséget, amely felbonthatatlan, amelyet sem a, zsidó, sem a, teremtő nem tud felbontani, sem a zsidók nem tudnak felbontani, bár kétségkívül mi megpróbáltuk nem egyszer a történelemben felbontani esetleg ezt a frigyet, ezt a szövetséget Isten is és a zsidó nép között, hanem azért ilyen rendkívüli fontos, mert, mert, mert mert ez a hitünk alapja. Ha, ha az egyiptomi kivonulás történetét nem ö, hisszük el, vagy nem tesszük magunkévá, ha, ha nem gondoljuk, hogy a zsidó nép kivonult Egyiptomból, és utána a, a sivatagban vándorolva 50 nappal később megjelentnek Isten, akkor tulajdonképpen a, a, a hitünk ö, alapját, vagy a hitünk, ö, most tudom. Ö, ö, alapzatát ö, ö, romboljuk el, pontosabban nem, az nem lenne. Kérdezi egy, kérdezi egy olvasó, hogy miért haltak meg a zsidók a pusztában, anélkül, hogy, eltérnénk nagyon nagy tártól. Ki kellett halni annak a generációnak, ugye, ahogy olvassátok, olvassa valaki a, a tórai történetet, a bibliai történetet, akkor, akkor azt látja, akkor azt látja, hogy a, amikor a Mózes követeket küldött a Szentföldet kikémlelendő, akkor, akkor a követek rossz hírrel, pontosabban nem jó indulatúan, nem jó indulatúan számoltak be arról, hogy a Szentföldön mi, mi, is történik. Annak a generációnak, amely, amely az egyiptomi kivonulás nemzedéke volt, ennek ki kellett halnia, és ez az azért tartott ez, az a vándorlás 40 évig, mert a, legidő, a legfiatalabb felelősségre vonható személy az 20 éves volt, 20 év alatt nem nem, Isten nem von senkit felelősségre, hogy csak 20 évtől fölfelé, és a teremtő a nagy kegyében és nagy irgalmában nem, nem akarta, hogy senki, meg, senki meghalljon 60 éves kora előtt, ezért 40 év kellett ahhoz, hogy, az Egyiptom, hogy a, 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 a pusztába vándorló zsidók kihalljanak, hogy az a nemzedék, amely Egyiptomból kivonult, kihalljon. Ami egyébként felvett számos filozófiai kérdést is, többek között azt, amely azt hiszem, hogy annak ha már itt tartunk, szerintem elég nagy relevanciája van a mai, a mai ö, olvasó számára is. Az pedig az, hogy rabszolgából nagyon-nagyon rabszolgából nehezen válik valaki szabad emberré. Ha valaki rabszolgának született, és ezt a mentalitást sajátította el, ebbe a mentalitásba született bele, akkor rendkívül nehéz számára kilépni ebből a szerepből és szabad emberré válnia. Ez a 21. században szerintem úgy. Uh, úgy is értelmezhető, hogy hogy biztos, hogy saját magamról is tudom, hogy vannak uh, vannak alkalmazott, beáll, alkalmazott beállítottságú emberek, és vannak uh, vannak vállalkozó beállítottságú emberek. Aki alkalmazott beállítottságú, nagyon nehezen válik vállalkozóvá, és aki vállalkozó, az nagyon nehezen uh, nagyon nehezen képes létezni, vagy kiteljesedni egy alkalmazott létben nem érzi magát egyáltalán komfortosan benne, és nem is tud valószínűleg jól teljesíteni. Azt gondolom, hogy a mai világban a valaki alkalmazott egy vállalatnál, egy cégnél, az tulajdonképpen egy modernkori rabszolgaság, és ezt nem valami baloldali ideológiától fűtve mondom, én biztos nem, táplálok ilyesmit, hanem inkább arra gondolok, hogy, csak úgy, mint a rabszolgaságnak vannak előnyei és hátrányai. Az előnyei az, hogy az embernek, egy rabszolgának fe, fedél volt a feje fölött, kapott mindig enni, és a gazdája megvédte a, 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 a szomszéd földes úr, nem is tudom, bandáitól. Szóval, hogy kapott tulajdonképpen biztonságot, kapott ételt és italt és így tovább, ha valaki rabszolga volt. És hát volt persze a rabszolgaságnak rendkívül sok hátrány is, például az, hogy néha, néha jól megverték, meg azt kellett csinálni, amit mondanak, és nem nagyon tudott az ember, vagy nem nagyon, nem nagyon tudott az ember, nem nagyon szó, volt neki szabad gondolkodnia, vagy azt csinálni, amit szeretne. Ezek a hátrányi rabszolgaságnak. És a, ugyanígy a, a modern vállalati, a corporate life-nak is van, vannak előnyei és hátrányai, az előnye az ugyanez a biztonság, ugye az embernek van egy fizetése, az kiszámítható, minden hónapban megérkezik a, a, bankszámlájára, viszont, viszont cserébe az idejét azt, azt, teljesen elkomitálja, azt teljesen feláldozza annak az adott cégnek, akinek, akiért dolgozik. Tehát tulajdonképpen a szabadságot áldozza fel az ember egyfajta biztonságért. Ez a közös nevező a rabszolgaságban is, és az alkalmazotti életben is. Úgyhogy jutottunk ide, azt most nem tudom hirtelen, de de ez talán tanulság arra vonatkozólag, hogy, hogy, egy, egy, rabszol, ja igen, hogy egy rabszolgából, hogy, hogy, hogy nem, hogy, miért nehéz egy rabszolgából szabad emberé válni, és egy szabad embernek miért nehéz, miért nem tud rabszolgálni. Tehát annak a generációnak, aki kivonult Egyiptomból, aki még beleszületett egy rabszolgaságba, aki ezt a mentalitást hordozta, akinek ez a mindsetje volt, hogy ő, hogy ő rabszolga, ő, val, ő valószínűleg nem tudott volna kiteljesedni, nem tudott volna megfelelő módon funkcionálni szabad emberként, hiszen itt a zsidó népnek, amikor kivonult Egyiptomba, így után hogy el kell foglalni a Szentföldet, el kell foglalni az országot, és rabszolgan, egy rabszolga népnek kell felépíteni a saját autonómiáját, a saját önrendelkezését, a saját országát. Ezt látjuk a modernkor Izraelben is, a modern kor Izraeli történelemben is, hogy közel 80 évvel ezelőtt, amikor megalakult ugye a modern zsidó állam, akkor olyan emberek alakították, olyan emberek alapították, amely, akik nem, akik, nem, voltak jártasak az ilyesmiben. Ez egy fantasztikus csoda, hogy az ország, az ország idáig fejlődött, és minden bizonyal ha, egyrésztről a jóisten segítsége, másrésztről a, a, az országépítők elhivatottsága kellett ahhoz, hogy az ország így fejlődjön, hiszen képzeljük el, hogy egy csomó laikus, hozzá nem értő ember kezdett el, kezdett el, államot alapítani, annak az összes előnyével és hátrányával együtt. Péter barátom kérdezi, hogy most könnyebben, már mint könnyebb a szabad embernek, mint a rabszolgának. Mondom, bizonyos tekintetben, bizonyos tekintetben könnyebb, Bizonyos tekintetben könnyebb a szabad embernek, mert van szabad választása a rabszolgának, nincsen szabad választása a rabszolga, részben legalábbis meg van fosztva a szabad választás lehetőségétől, a szabad embernek pedig van választása, ebben a tekintetben biztos, hogy könnyebb, más tekintetben meg biztos, hogy sokkal nehezebb. Ez a, ez a kérdés, mondom, még mondom, szerintem a XXI. században nagyon jól uh, leírható az a kérdés, hogy mi könnyebb alkalmazottnak lenni, vagy pedig uh, vállalkozónak lenni. Mind van előnye, hátránya. Az, alkalmazott, az alkalmazottnak a, 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 a biztonság az biztos, hogy egy, egy biztos, hogy egy nagyobb előny. A vállalkozó nem tudja, hogy az adott hónapban mennyi bevétel lesz, mondjuk adott esetben. Tehát mind a kettőnek van előnye hátránya. Egy, nem hiszem, hogy egyik rosszabb volt, mint a másik. Amire ki akartam lyukadni az az, hogy mind a kettőnek van egy. mind a kettőz van egy fajta van mindset, mind a kettőhöz. És, és nagyon nehezen tud az ember kilépni az egyik szerepből, és be, bemenni a másikba. Aki alkalmazott volt, nem tudom, 30 évi dolgozott alkalmazottként, és utána vállalkozóvá kényszerül, valószínűleg nagyon nehéz dolga van, és ugyanígy fordítva, egy olyan vállalkozó, aki vállalkozásból élt, és utána ti létre kell adja a fejét, minden bizonyal nehezen tud megfelelni a másik szerepkörbe. Oké, okay. ez, ez lehet az egyik tanulsága, tehát a... a a, hogy le, hogy, miért nem lehet a Trapszoga népből szabad? Miért nem lehet a népből szabadni? Oké. Okay. Most uh, ugye ott tartottunk, hogy uh, Nisan hónap az a megváltás hónapja, ugye ebben a hónapban szabadult ki az nép uh, Egyiptomból, és uh, azt említettem, hogy a megváltás mint uh, mint idea, mint gondolat, az uh, nem csak hogy uh, alapvető a judaizmusban, a zsidó hitvilágban, hanem hanem uh, Tulajdonképpen lépte nyomon tetten érhető a, a zsidó élet mindennapjaiban, a parancsolatok megtartásában, a egyáltalán zsidó gondolkodásmódban. Gondolkodás Oké, okay. nézzük csak. Nézzük csak, hol tartunk. Oké, okay. nézzük, Nisan Hónap, ö, ugye a, a könyv, amit vonalvezetőként használok, ez a Szeferától Da, egy Eliau nevű izraeli rabbi írta, most már talán 60 éve. E, így néz ki a könyv. Valaki akarja tudni, ez egy egykötetes könyv. Megjelent a angolul is. E, nézzük csak, mit írunk a Nisan hónap elsejéről. Apropó, ha már itt tartunk, Nisan hónap új, Nisan, hó, pardon, Nisan hónapot megelőző hónap, Adár hónap, az 29 napos illetve van, amikor 29 napos, van, amikor 30 napos. Mire gondolok? Itt egy érdekességet Hagy mondjak el. A, ugye azt említettem, hogy amikor szökőév van, akkor a, amikor szökőév van, akkor mi mindig egy extra hónapot iktatunk be a kalendáriumba, és ez az, az extra hónap mindig adár hónap lesz. Szökő évben két adár hónap van, és nem sima évben, egyszerű évben pedig egy adár hónap van. Ha egy adár hónap van egy évben, tehát egy átlagos egyszerű évben, ott az adár hónap 29 napos, ha két Adár hónap van egy évben, akkor az első Adár hónap az 30 napos, a második Adár hónap pedig 29 napos lesz. Ez matematikailag így jön ki. Egyébként, hogyha még visszapörgetitek a, a oktatófilmet, akkor azt fogjátok, akkor, akkor így fog kijönni a 19 éves ciklusokban a 7 darab szökő év. Ö, ennek megfelelően, mivel hogy az Adár hónap a nissan megelőző adárhónap, tehát sima évben az egyetlen adár hónap. Szökő évben a második adár hónap 29 napos, ezért Nissan hónap újholdja, ez mindig egynapos ünnep. És itt akkor most nyitok egy zárójelet azok számára, akik a. nem tudják, mi az az újhold, kettő. nem tudják, mi az, hogy újhold egynapos, vagy újhold kétnapos. zárójel bezárva. Az a, a, a dolog a következőképpen néz ki. Az egyik zsidó ünnep, második leggyakrabban ismétlődő zsidó ünnep, ez az új ünnepe. Ilyenkor a szentélyben, a Jeruzsálemi szentélyben ünnepi áldozatokat kellett, hozni, egy extra újholdi áldozatot kellett hozni. Ugyanakkor az újhold ünnepe az annyiban eltér a leggyakoribb zsidó ünneptől, azaz a sabáttól, a szombattól, illetve eltér minden más zsidó ünneptől, hogy nincsen munkavégzési tilalom, illetve nincsen, nincsen különböző ünnepekhez kapcsolódó kötöttség. Tehát ha úgy tetszik, egy hétköznapnak tűnő, de mégis ünnepszerű nap. Bizonyos kötöttségek vannak újholtkor is, amellett, hogy, ahogy említettem, a Jeruzsállami szentében extra áldozatokat kellett hozni, és a, a, most a Szentély hián az imádságban van egy extra újhónapi imádság, amelyet elmondunk, mindig újhónapkor és ilyenkor szokás még ezek mellett ma szokás egy kicsit ünnepiesebben viselkedni, szoktunk a lehetőség szerint egy kicsit bővebb, bővebben étkezni, mint hétköznap. Tehát próbáljunk valamilyen minimális ünnepi hangulatot megvalósítani napján. Oké, okay. ez tulajdonképpen újhold ünnepe. Most, amikor egy hónap 30 napos, akkor az azt következő hónapnak az új újholdját két napra rendeljük. Az azt jelenti, hogy az előző hónap 30. napja, illetve az új hónapnak az első napja, mind a kettő ünnep, ez, a, ez az új újholdi ünnepnap, ez a majdnem ünnepnap, ez a kvázi ünnepnap. Tehát két napig mondjuk ezeket az extra imákat, és így tovább. Ha viszont a, az adott hónapot megelőző hónap 29 napos, akkor csak az új hónapnak az első napja újhold, és kifejezetten nehéz ezt, a, fél, ezt egyébként egy ilyen Facebook live-ban elmagyarázni, mert nem látom az arcokon, hogy, hogy, hogy értitek-e vagy nem, és túlmagyarázni is, vagy így ilyekszem nem túlmagyarázni, pedig rossz szokásom, hogy szoktam ilyesmit. No, a lényeg a lényeg, hogy ha 29 napos az adott hónapot megelőző hónap, akkor az új hónap az mindig egy napos. Na most, mivel hogy az az Adár hónap, amelyik Nissan hónapot megelőzi, az mindig 29 napos, ezért Nissan hónap újholdja mindig egy napos, ez az egy nap, ez most csütörtökre fog esni, tehát öt nap múlva lesz Nissan Hó elsője. Most Nissan Ho elsőjén egy csomó érdekes dolog történt. Mi történt Nissan Ho elsőjén, és akkor most nézzük a szöveget konkrétan. Fogom olvasni, és aztán gyorsan fogom fordítani. Echad be Nissan Ho Uberos Hodes, muad be harbe a terot, veg dolotá kolcs, árje Egy csomó minden érdekes dolog történt Nissan Ho nap elsőjén. úros Hodes, se ú rison le kola hocsia sem, hanukat a miskán, hú itt hírbo, le eskerot, skinato Hogy említettem, talán a múlt órán erről beszéltünk, hogy Niszán elsején avatta fel Mózes a Sivatagi gyülekezés sátrát, és ezután került tulajdonképpen ez használatba. A, a, ez majdnem egy évvel circa, egy évvel majdnem egy évvel volt az egyiptomi kivonulás után. De az egyiptomi kivonulás ugye történt Niszán hónap 15-én, és akkor a Rák következő év Niszán hónap elsején, tehát cirka 350 nappal később avatta föl Mózes a sivatagi gyülekezés sátrát, ugye ez volt az a sátor, amiről múlt alkalommal beszéltem, ami ö, ö, egy ilyen mobil szentély volt még a Jeruzsálemi szentély megalakulás előtt, vagy felépítés előtt, cirka 450 évig szolgálta a népet ez, ez a mobil szentély. Tehát a, a miskán is. Ezt a miskánt avatták föl hónap első napján, úgyhogy ez egy különleges... Különleges ünnepnap. említettem a múlt alkalommal, hogy van egy ilyen nagyon szép szokás, hogy a, a, a Miskán, a sivatagi gyülekezés sátra felavatásakor a, a 12 zsidó törzs, törzsfői által hozott áldozatokat, azokat felolvassuk magunkban, csak a reggel imádkozás után, kvázi ö, saját magunknak. Elsőjén felolvassuk az első törzs, törzsfői által hozott ajándékot, Második nap a második törzs, és harmadik nap a harmadik törzs, és így tovább egészen Nissan 12 amikor felolvastuk a 12 törzset. Majd a 13 napon felolvassuk a Zotkánukat, ami Zbeáht című részt a torából, amit tulajdonképpen összefoglalja a törzsfők által hozott ajándékokat. És hip-hop, el is repült az idő, pészák előestéig, ami ugye a 14. napja lesz a hónapnak amely nap egyébként rendkívül elfoglalt, és egy csomó minden tennivaló van, de erről majd még sokkal később fog beszélni. Oké, okay. tehát az egyik dolog, ami történt Nissan hónap elsőjén, nem mind történelmileg, az az, hogy föl, fölavatódott, vagy fölavatták, Mózes fölavatta, és a, a sivatagban kóborló, vándorló zsidó nép felavatta a Miskánt. Ezt a sivatagi, sivatagi gyülekezés hátra. Oké. Okay. Következő érdekes nap lesz majd a Nissan hónapban, ez a Pészáhot megelőző szombat. Ezt a Pészáhot megelőző szombatot, ezt úgy hívják, hogy Shabbat Hagadol, vagy godó a nagy szombat. Különleges, különleges nap ez, mind, mind, minden nap különleges, de ez tényleg egy különleges nap. Minden szombat különleges, de ez egy nagyon különleges szombat. A nagy szombat. Ö, és ez mindig a Pészákot megelőző szombat. Azért érdekes ez a, ez a szombat, mert ez az egyetlen olyan, ö, ha jól tudom, az egyetlen olyan ö, szokás az évben, amely nem egy konkrét dátumhoz kötött, hanem mindig a, egy, az ünnepet megelőző szombathoz. Annak dacára, hogy, az, hogy, az, hogy, a szokások, amelyeket most mindjárt el fogok mondani, hogy mik azok, de hogy a szokások eredete az, az, az onnan származik, hogy ö, hogy a, a, Mózes által vezetett zsidó nép kiszabadulása Egyiptomból, az, az a, a, kiszabadulás, amikor megtörtént, az előtti szombaton miket kellett csinálni a zsidóknak. Most egy kicsit össze-vissza hogy megpróbálom értel, értelmesen elmondani még egyszer, amit értelmesen elmondani még egyszer, amit az előbb említettem. Nos tehát, a zsidó nép Nisztán 14-én este, 15-ére viradó éjszaka vonult ki Egyiptomból. Ez egy csütörtök este volt. Ez egy csütörtök este volt. Ezt megelőzően négy nappal volt szombat, az Nisan hónap tizedike volt. És ekkor parancsolta meg a teremtő zsidó népnek, hogy fogja mindenki egy bárányt, ezt kötözze oda az ágyának egy zsinórral, vagy egy, egy most tudom, pórázzal, tegye oda az ágy lábához, és ott vigyázzon erre az állatra, hogy ne sérüljön meg egészen Pészák előestéjéig, pontosabban Nisan hónap 14-ig, tehát ezzel alatt a négy nap alatt vigyázzon erre az állatra, és majd Nisan hónap 14-én, amely aztán később Pészák előestéje lesz, köszönöm Péter, akkor értitek, ha fú, oké, tehát hónap 14-én, ami előesté lesz, majd később az ünnepnek, ekkor levágták ezt a bárányt, levágták, és megsütötték, és megették. Ez volt az első Pészáki áldozat amelyet hoztak a zsidók még Egyiptomban. Ezt követően törvényé vált, egy parancsolattá vált a teremtő által, hogy minden, hiszen hónap 14-én minden zsidó családnak le kell vágnia egy bárányt jeruzsálemi szentében, és, azt meg, és azt, ezt, a, ezt meg kell egyék, ezt a bárányt. Nem szabad belőle hagyni semennyit sem, mindent fel kell falni, többen összefoghatnak, és akkor szépen megkajálhat néhány család egy, egy bárányt. Ez volt a, a áldozatnak a törvényed. Az első ilyen törvény, ez még Egyiptomban érte a zsidókat, amikor is még, még a kiszabadulás előtt, Nisztán hónap 10 ami viszont egy szombatra esett. Innen eredeztetik ennek a szombatnak a különlegessége, hiszen ez megint egyike volt az első parancsolatoknak, amelyek, amelyet, a teremtő adott a zsidóknak, kollektíva teljes zsidó népnek, jelesül az, hogy mindenki fogjon egy bárány. Mi volt ebben az igazán izgalmas? Az igazán izgalmas az az volt benne, hogy a bárány az, az egyiptomiaknak abban az időben valamiféle szent állatuk volt, és hát az egyiptomiak nem kifejezetten nézték jó szemmel, hogy a zsidók Levágják azt az állatot, amelyet ők nem vágnának le, mert nekik meg szent állat volt. Szóval ez ebből mindenféle, mindenféle érdekes szituációk kerekedtek ki. És a Talmud, illetve a Midrás irodalom beszél mindenféle érdekes dolgokról, azzal kapcsolatban, hogy az Egyetomiak milyen árgus szemekkel figyelték a zsidóknak ezt a szokását, vagy a zsidóknak ezt a viselkedését, hogy az ő szent állatukat. De nem mertek, nem mertek tulajdonképpen a zsidókhoz nyúlni. Na most ez a dolog, történt, tehát Nisztán 10 ami szombatra esett, és ezért az, a Pészákot megelőző a Pészákot megelőző szombatot hívjuk eh, Sabát dolnak, azaz Nagy Szombatnak. Még egyszer, a legizgalmasabb a dologban az az, hogy ezt nem egy konkrét dátumhoz, tehát Nisztán 10-éhez kötjük, hanem szombathoz kötjük, akkor is, hogyha az a szombat, az történetesen Pészák előtt két nappal van csak, és nem pedig négy nappal, mint máskor. Szóval ez egy rendkívül érdekes szokás. Mármint rendkívül érdekes, nem tudom, fenomenon az, hogy, hogy, a, hogy nagy szombatot szombathoz kötjük, és nem pedig egy dátum. Az minden, általában minden más idő szokás az dátumokhoz van kötve, és nem pedig, nem pedig egy konkrét naphoz. Oké. Okay. Mit lehet itt még mit lehet itt még ezzel kapcsolatban érdekességet említeni? Uh, ja igen, hát uh, szokás az uh, európai zsidók körében, askenázi zsidók körében, hogy Shabbat dolkor ezen a nagy szombaton uh, szoktak beszédet tartani a zsinagógákban, a rabbik. Uh, manapság minden szombaton szoktak beszédet, beszédet tartani a rabbik a zsinagógákban. Uh, régebben ez nem így, nem feltétlenül így volt. Uh, ennek sok oka van. Az egyik az az, hogy talán manapság a zsinogókába járó közönség, ö, legalábbis Magyarországon kevésbé ismeretes, vagy kevésbé járatos a zsidó szokásokban a zsidó hagyományokban, és ezért a rabbi kihasználnak minden egyes lehetséges alkalmat, hogy, a, hogy az emberekhez beszéljenek, és tanítsák a népe. Ö, nagyobb zsidó közösségekben, tehát olyan zsidó közösségekben, ahol a zsinogokba látogatók, ö, most tudom, Feketöves, uh, egyzett profik, uh, nem szoktak, de az Egyesült Államokban, Izraelben nem feltétlenül szoktak uh, sabátkor beszédet tartani a rabik, uh, hiszen, hiszen a hívek maguk uh, ismerik a, 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 tudom, a szokásokat, vagy a heti szakaszt, hogy bármi is uh, bennről is szóljon ez a beszéd. De még egyszer, uh, manapság, uh, legalábbis itt Magyarországon, ahol a zsinóvólyai közönség, uh, járó közönség döntő többsége nem, nem feltétlenül gyakorlott, ezért eh, rabik minden szombaton szoktak beszélni. De még egyszer, korábban ez nem így volt, és eh, volt általában két, legalább két szombat az évben, két jeles szombat az évben, amikor szokás volt egy kicsit ilyen eh, eh, nagyobb ívű beszédet tartani. Az egyik ilyen az, Rosh a zsidó újév és Jom Kipúr, az engesztelés napja közötti szombat, mindig esik egy szombat, ugye a két ünnep között van hét nap, és akkor mindig esik közben egy szombat, tehát ezen a, ezen a szombaton szoktak a tartani egy beszédet, vagy régen szok, szokás volt tartani ilyen beszédet, ma is egyébként az a beszéd az természetesen inkább a megtérésről a, a bűnbánatról az emberek jó útra való térítéséről szokott szólni tehát egy kicsit ilyen dorgáló beszéd a Shabbat Hagadoli drósa, a Shabbat beszéd pedig inkább egy tanítás jellegű, hiszen a Pészáknak számos törvénye van, rendkívül bonyolult törvényei vannak a pészek ünnepének, erről majd a később holnap, holnap után is azután fogunk beszélni, a kovászos, meg a ková vagy a kovászos tilalmáról, illetve a kovásztalan kötelezettségéről, és így tovább. Tehát rendkívül bonyolult ünnep, nagyon sok szabály el, és nagyon sok uh, törvényel, ami, ami uh, ami miatt a rabbik úgy érezték, hogy itt a, erről mindenképpen tájékoztatni kell az embereket, tehát az éppen aktuális trendekről, és a, a felhívni a figyelmét az embereknek a pészechi törvények betartásának a fontosságáról, mert a pészechi törvények betartása rendkívül fontos, minden ünnep, minden törvénye fontos de a Pészáhé az különösen fontos, és mivel hogy rendkívül bonyolult, és nagyon sok minden tartozik hozzá, és az egész életünk fejé tetejére áll ünnepe alatt, ezért a rabbi korábban is úgy érezték, hogy itt a remek alkalom, hogy az embereket ezzel kapcsolatban nem tudom, tanítsák, vagy oktassák. Jó, és akkor ezért kialakult egy olyan fajta szokás, hogy Sábát Hága Dolkor, -dol beszélnek, beszélnek, a rabik a zsinagógában. Oké. Okay. Még egy van egy érdekesség, a Sábaszágo kapcsolódóan. Az pedig, az pedig a szadduceusokhoz, a szaduceusokhoz majd később, a karaitákhoz, vagy a karaiták ellen kapcsolódik. Most nem tudom, hogy van -e idő arra, hogy részletesen beszéljünk erről a két szektáról, erről a két irányzatról a, zsidó, zsidóságon belül, mind a két irányzat tulajdonképpen teljesen meghalt. A karaiták még valami kis minimális szinten még pislákol, de tulajdonképpen ők is, ők is meghaltak, és, vagy hát pontosabban belolvadtak a, belolvadtak a kollektív zsidó Most a második szente idejében, a második szente idejében a zsidók több irányzatra szakadtak, vagy a zsidó nép több most tudom, teológiai irányzatot követett. Az egyik teológiai irányzat voltak az úgynevezett farizeusok, vagy Héber úgy úgy őket, hogy Prusim, ők voltak a jó fiúk ebben a történetben. A farizeusok, akik hagyományosan követték a rabbik által értelmezett tórai tanokat ha úgy tetszik, a rabbinikus judaizmus követői. A, ezzel szemben voltak a szaduceusok, héber úgy őket, hogy cdukim, akik egy cadok nevű fő, főpapról kapták a nevüket, szaduceusok, vagy cdukim, akik, akik abban hittek, hogy a tóra, csak az írott tóra, érvényes, csak az írott tóra, csak Mózes öt könyve az, amelyet a teremtő adott Mózesnek, és minden hozzáfűződő szóbeli magyarázat, amely később a Misnában, illetve a Talmudban került leírásra, az nem érvényes, nem Istentől való, és az arabiknak csak a hókusz -a meg a kitalációi, ezért nem is érvényesek. Ők pedig a tórai, éppen ezért a tóra, a tóra törvényeit azokat szó szerint vették, hiszen hogyha nincsen meg a szóbeli tan magyarázó jellege, iránymutatása azzal kapcsolatban, hogy az írott órát miként kell értelmezni, akkor az írott tóra kvázi értelmezhetetlen, vagy legalábbis nagyon nehezen értelmezhető. A szaduceusok ennek ezért az írott tórát követték, vagy a szaduceusok csak az írott tórát követték, és nem fogadták el a rabbik tóra értelmezését, ami szerint egyébként mi a mai napig is élünk. Most mivel, hogy a tóra úgy fogalmaz, mivel hogy a Tóra úgy fogalmaz Mózes harmadik könyvében az Omér számlálással kapcsolatban, zárójárt nyitok, van egy olyan parancsolat, erről majd később fogunk beszélni, amely arra kötelez minden zsidót, hogy a Pészáktól Sávótig tartó 49 napot számolja, illetve akkor kellett hozni egy speciális áldozatot a, annak idején a szentélyben. Ezt ma már, a szentélyen nem tesszük, ma már csak a napokat számolgatjuk, tehát van egy, egy egy napszámlálási kötelezettség, minden nap számolunk egy napot, ma az omér első napja van, ma az omér második napja van, harmadik napja van, tizenegyedik napja van, és így tovább. Ennek a számolásnak a kötelezettség, ez egy tórai parancsolat, és úgy fogalmaz a tóra, a következő héttől, vagy a következő naptól számoljatok számoljátok ezt a számolást. Most a szadduceusok, mivel, hogy a a Tóra úgy fogalmazott, hogy mi már Harata Sabát a következő szombattól számoljátok, ezért a szaduceusok úgy tartották, hogy az omér számlálást azt mindig, mindig szombaton kell kezdeni, és ennek megfelelően, mivel hogy az omér számlálást mindig Pészak első napján kezdjük, ezért Pészak első napja mindig szombatra kell, hogy esse. Ők nem azt, ők nem azt vették alapul, hogy a, hogy Pészák mindig 14. este kezdődik, hanem azt, hogy hogy bárhogy is legyék, Pészáknak mindig péntek este kell elkezdődnie. Most annak érdekében, hogy megmutassuk a szaduceusoknak, hogy ők mennyire ostobán értékelték ezt, vagy értelmezték ezt a tórai verset, és ez mennyire nem felel meg annak a hagyományos értelmezésnek, amelyeket mi amelyet mi követünk. Ezért... Ö, hangsúlyozzuk a dolnak a jellegét, hogy ez egy fontos szombat, de ez nem a Pészák szombatja, mert Pészák az nem feltétlenül szombaton kezdődik, Pészák az mindig hiszen 15-én kezdődik. Ez most lehet, hogy egy kicsit nehezen volt érthető, amit az előbb elmondtam, de amikor majd később fogunk beszélni az Omer tehát az Omer, eljutunk majd addig a pontig, amikor az Omer törvényéről beszélünk, akkor majd egy kicsit minden több értelmet fog nyerni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, itt szeretném felhívni a később csatlakozók figyelmét arra, hogy a zsidó.com-on 9 órakor is kezdődik egy tanítás, holnap este is 8 órakor fogunk itt találkozni a Lekvár és Jam Facebook oldalán, vagy akár a zsidó.com-on, valakinek ott van kedve követni. Remélem, hogy nem volt nagyon fölösleges ez a mai beszélgetésem, de remélem, hogy nem volt benne túl sok érthetetlen dolog. Ha meg volt, írjátok meg, és akkor a holnapi napon ezeket tisztázzuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ölelek mindenkit, vigyázzatok magatokra és egymásra, a karanténban, töltsétek tartalmasan az időt, sok szeretettel és békével, minden jó!